A világszintű koronavírus járvány negatív hatásait a diákmunkát vállaló tanulók is érezhetik majd ezen a nyáron. Nagy mértékben csökkentek ugyanis a lehetőségeik, így egy állásra idén még többen pályáznak, majd még nehezebben lehet megkapni a kiszemelt lehetőséget. Nyári programokon, rendezvényeken, koncerteken és fesztiválokon is sok diákmunkás szokott dolgozni. Ezeket ugye augusztus közepéig nem lehet szervezni, ez okozhatja a legnagyobb kiesést a tanulók lehetőségei között. A szövetkezetek ennek ellenére is azt javasolják a diákoknak, hogy jelentkezzenek, de idén legyenek egy kicsit rugalmasabbak. Azt tapasztaltuk, hogy a kereskedelemben csökkentek a megrendelések, ugye itt a sáros, úgymond nyitvatartás miatt kevesebb igényel, munkavállaló igényel jelentkeznek felénk a kereskedelmi partnereink, viszont a nyári idény jellegű munkáknál, amit az élelmiszeriparral kapcsolatos, vagy a mezőgazdasági munkákkal kapcsolatos, ott ugyanolyan megrendeléseink vannak, mint az előző években. Ebben az idényben valószínű, hogy gyorsabban kell reagálni nekünk is a megrendelésekre, tehát egyik napról a másikra kell diákot szolgáltatni, úgyhogy nehéz így betervezni azt, hogy július első hetétől a harmadik hetéig akar dolgozni, mert ez most nem biztos, hogy meg tudja valósítani, hanem akkor kell dolgozni, amikor mi lehetőséget tudunk nekik adni, és legyenek rugalmasak és nyitottabbak esetleg a idény jellegű mezőgazdasági munkákkal kapcsolatban is, mert nagyon sokan még mindig ehhez az irodai, pénztáros, árufeltöltői munkához ragaszkodnak, és ez nem feltétlen lesz akkora, vagy nem biztos, hogy lesz olyan igény ezekre a pozíciókra. Viszont a mezőgazdaságban, ahogy mondtam, vagy egy hűtőházban, vagy egy konzerviparhoz pedig el tudnak helyezkedni, mert ott a megrendelés nem változik. A diák igazolványukra érvényesítsék, hogyha tudják minél hamarabb a matricát, aki még nem kapta meg a második fél éves, és tanulói vagy hallgatói igazolást kérjenek ki az iskolából. Ugye nappali tagozatos diákoknak kell lenni, ugye ők tudnak diákként dolgozni, ezekkel az igazolásokkal tudnak majd hozzánk belépni, igazolni a jogviszonyukat, rendelkezzenek bankszámlával, és amikor belépésre eljönnek, akkor hozzák el a személyes irataikat, papírjaikat. Fontos kiemelni, hogy a munkavállaláshoz adóazonosítójára van szükség mindenkinek, így a diákmunkásoknak is. A tanulók, ha még nem rendelkeznek ilyennel, vagy elvesztették a kártyájukat, a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál igényelhetnek a 20T34-es nyomtatványon. Ezt a legegyszerűbben online formában is megtehetik. Az adóhatóság arra is felhívja a figyelmet, hogy a diákmunkával szerzett jövedelem is adóköteles. Munkaviszony létesítésénél a tanulók ragaszkodjanak az írásban megkötött munkaszerződéshez, amely tartalmazza az alapbért, a munkakört, a munkaviszony időtartalmát, jellegét és a munkavégzés helyét. A szerződés 18 éves kor alatt csak a törvényes képviselő hozzájárulásával érvényes. A munkaviszony alapján létrejött biztosítási jogviszonyt a munkáltatónak be kell jelentenie a NAV-hoz. A munkaszerződésben a felek megállapodhatnak havi, heti, napi vagy órabérben vagy teljesítménybérben is. A diáknak azonban meg kell kapnia a minimálbért, ami napi 8 órás foglalkoztatásnál havonta bruttó 161 ezer forint. Ugyanakkor az adóhatóság azt javasolja a diákoknak, hogy a munkavégzésről szóló megállapodás előtt ellenőrizzék le a leendő munkáltatót az adóhivatal honlapján az adatbázisok rovatban, ugyanis a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató cégeknél kockázatos munkába állni.